Budakeszin is összefogtak az ellenzéki pártok a Fidesz leváltása érdekében. A közös polgármester jelöltet bemutató sajtótájékoztatón számos ismert politikus is részt vett. Köztük Karácsony Gergely, főpolgármester jelölt is, aki örömét fejezte ki, hogy Budakeszin is az ellenzéki pártok a helyi civilekkel összefogva indulnak az őszi önkormányzati választásokon. A Momentumos Berg Dániel azt méltatta, hogy egyre több fiatal is részt vesz a helyi politikában. A DK Sarató Gergely az idei önkormányzati választások tétjének azt nevezte meg, hogy a következő 5 évben fideszes helytartók kezében maradnak-e a városok és a falvak, vagy olyanok képviselik, akiknek az ott élő emberek érdekei az első. Kendernai János, az LMP társelnöke elmondta, hogy a tavalyi országgyűlési választásokon egy hajszálon múlt, hogy Budakeszinek nem lett zöld parlamenti képviselője. És nagyszerűnek tartja, hogy a megegyezésben résztvevő pártok támogatják a Budapest körüli zöld gyűrű létrehozását. Szél Bernadett független országgyűlési képviselő szerint válnak vetve kell harcolni, hogy az önkormányzatok továbbra is megmaradhassanak. Az ellenzék közös polgármester jelöltjét, a Párbeszédes Hegyesi Beát arról kérdeztük, hogy képes-e megverni az előző önkormányzati választásokon nagy fölénnyel győző Fideszt, és ha igen, nem féle attól, hogy városa hátrányba kerül a kormánypárti önkormányzatokkal szemben. Volt 2018-ban ugye egy országgyűlési választás, ahol itt magában a Pest megyei 2-es választókerületben, ahol 17 település adatai voltak, nagyon kicsivel kapott ki Szél Bernadett országgyűlési képviselőasszony, viszont itt Budakeszin több száz szavazattal nyert. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy helyben a helyi polgároknak megvan az a változtatási hajlandósága, és nyerni fogunk. A beruházások EU-s forrásokból vannak. Ennek az időszaknak az EU-s forrásai leosztva, kiosztva, felhasználva, az, hogy a következő időszakban milyen uniós források állnak majd rendelkezésre, ez még a jövő zenéje. Budakeszi nagyon sok beruházást valósított meg, nagyon sok pénz áramlott Budakeszire. Nem gondolom, hogy ezek után még a Fidesz akarna Budakeszire. Tehát, hogyha marad a fideszes önkormányzat, marad a fideszes városvezetés, akkor sem gondolom, hogy ilyen volumenű beruházások már történnének a városban. Én azt gondolom, hogy igen, valóban, hogyha kevés helyen fogunk nyerni, de én pont ezt mondtam, hogy az a lényeg, hogy minél legkisebb településtől Budapestig mindenhol megváltozzon az önkormányzatoknak a vezetése, mert akkor lehet igazi lépéseket tenni az önkormányzatiság érdekében. Tehát én azt várom, hogy itt helyben is kezdjünk el azon dolgozni, hogy milyen helyi hozzáadott értékekkel tudunk különböző iparokat, most nem gyáriparra gondolok, hanem akár egy tejüzemre, vagy egy sajtkészítőre, vagy ilyen kisebb volumenű dolgokat bevonzani, és ide vonzani olyan cégeket, nem kifejezetten bevásárlóközpontokra gondolok, mert az itt elhangzott, hogy itt az átmenő forgalom már amúgy is nagyon rongálja. Tehát akik kulturál, csendes, normális tevékenységet folytatnak, és akkor az iparűzési adókból is például lehet nagyon sok bevételi forrást majd pótolni.